Ladányi Bélával beszélgetek, aki megnyerte a Tubertini Féder kupát. Gratulálok hozzá, Béla. És arról faggatnálak először is, nem csak az egyéni eredményed volt kiemelkedő, ugye 2-1-essel fogott súlyjal sikerült megszerezni a győzelmet, de szemmel látható volt az, hogy a Lantos Mix csapat így összességében nagyon jól szerepeltetek. Mi volt a sikeretek titka? A siker titka felkészülés volt, és igazán csapatként működtünk együtt. Már tavaly ősszel a hidegvízi versenyen lehetett látni a eredményeken, hogy a csapatunk rátaláltunk valamire, amit utána elkezdtünk kicsit tökéletesíteni, gondolkodtunk a téli időszakban is, hogy erre a tavaszi versenyre fel tudjunk készülni. Szisztematikusan ugye hatan horgáztunk az edzésen, minden hatan ezt az alapvonalat erőltettük, csak kis finomítások, hogy az edzés végre eldöntöttük, hogy mi lesz a taktika, onnantól kezdve beleértve akár a szemcseméretet, meg megtudtunk az összeállítását, mindent közösen határoztunk meg, mindenki ugyanazt csinálta. Érdekes, nehéz verseny volt, két ellentétes nap, tegnap szélcsend, pici kosárral lehetett ugye horgászni, ma a kosárral esélyes sem volt, hogy megáll is benne a csalit, és ugye nagyon hamar rájöttünk már az edzésen, hogy zavarja a halat, a kosár zavarja, anyag, minden zavarja a halat szinte, csak mi horgászok zavarjuk legfőképpen, és ez ma is látszott, két etetésen horgásztam, és folyamatosan egy hal egyikről, egy a másikról, aztán utána... Mi volt, hogy azt mondod, hogy különböző távolságra horgáztál, és ugye kisebb kosarakkal. Én is, hogy jártam a pályán, azt figyeltem meg, hogy igazából azok voltak eredményesek, akik minimális mennyiségű etetőanyagot juttattak a vízbe. Az nálatok is igaz volt, vagy inkább a nagy alapozással? Nem, abszolút nálunk is igaz volt. Ötöt dobtam alapozónak, nagyon kicsi kosárral horgáztam. Tegnap nagyon-nagyon kicsivel, ma nagyon kicsivel. A legalsó, amit meg tudtam állítani, avval horgáztam. A mai napon, az első órákban az egyik etetés, a végén a másik etetés működött, de gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy rá kellett sokszor ülni a pecára, bedobtál, meg kellett várni, még a harmadik találja a csalit. Az etetőanyagból faggatok egy picit, tehát nyilván a teljes etetet nem vagyok kíváncsi. Maga az irányvonal az egy édes irányvonal volt, vagy egy halasabb irányvonal üttetek, sötét, világos, mi volt? Igen, sötét volt így az anyag, mert hideg a víz, ez zömében mindenkinek így volt, és édes vonalat próbáltunk halasat is, edzésen, felkészülési időszakban nem működött. Tehát most ebben a hideg időszakban jobban működött az édes. És van, egy édes kajával horgásztunk, a szemcsét méretet levittük, ugye kukoricát ugye nem használtunk, mert ha egy kukoricát meg lehet halasz, már elment a mintának, tehát ez gyakorlatilag így működött. Mivel fogtad a halaidat? Mi volt a csalit? Fogta. Hát ezt így nem lehet kijelenteni, zömét szúnyoggal fogtam, volt amikor nem volt, akkor föltettem egy csontit, azt is elhúztam, variálni. Mindent variálni kellett, tehát én abból látom a kulcsot, hogy a maga a horgászat alatt is folyamatosan változtatni kellett valamit. Etetés mellett, mögött, mindig variálni kellett valamit. Horog méret az mi volt? 16-os horog volt, 10-es előkével. Fogtam két pontot, akkor föltettem 12-es előkét. Most ma szerencsém is volt, mert egy nagyobb pontot, és így fogom egy ilyen 2 kiló körülít, és ez már nagyon kellett. És pont 12-es előkére váltottam. Állandóan variáltam a botokat is, meg a mindent, hát akkor összességében elmutatjuk azt, hogy egy igen taktikás verseny volt, igen. Nem volt ugye sok hal a pályán azért, tehát azok a nagy fogások, amik jellemzők a pályán nem voltak, viszont igen, egy igen, taktikus, igen. Ügyes, finom pecával sikerült ezt az eredményt elérni. És hát neked gratulálok, neked az egész csapat. Köszönöm szépen, Ákos. Jövőre találkozunk. Így van. Szervezünk. Jó, hogy jöttél, befejezem. Igen. Álljátok be, jól. Nem tértek egyébként, sűrre kell, Attila mögé oda. Nem, én mellette akarok állni. Oké. Okay. Lehet, hogy összeadni kicsit.